Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Triumvirátus, a Hitrádió és a Színes Századok közös történelmi podcast sorozata. Én Gavra Gusztáv vagyok, és itt velem szemben Besztercei Márk. Üdvözlök mindenkit! És Nagybató Jonatán. Üdvözlök én is mindenkit. A Színes Századok szerkesztői. És ebben az adásban egy, nem is az, hogy kötetlenül, de egy egységes nagy témát hoztunk stílszerűen, hiszen az egységes Európáról lesz szó. Úgyhogy fordulok is Jonatánhoz, hiszen nem csak egyféleképpen lehet ezt elképzelni. Így van, az európai egységet kétféle módon próbálták meg történelmünk során összehozni. Vagy birodalom alakítás útján, tehát hogy mindenkit rohanjunk le, és akkor jó lesz, mint a Szovjetunió, vagy integráció útján, mint az Európai Unió. Ugye itt a különbség az, hogy az integráció útján történő egységesülésnél van önkéntesség. Tehát amikor azt, igen? Jelezném, hogy mindkét példának hozott állam nevében benne van az Unió, csak így van. Mellékesen. Amikor a Szovjetunió felajánlotta a balti államoknak, hogy csatlakozhatnak a Szovjetunióhoz, ott a balti államok önkéntessége elég erősen megkérdőjelezhető. És akkor az integrációnak különböző szintjei vannak egészen addig, hogy egyszerű csak szimplán kétállami megoldás, vagy kétállami gazdasági megállapodásokat kötnek egészen odáig, hogy vámunió, közös valuta, munkaerő szabad áramlása, és végén a politikai unió. Hát ez egy hosszú láncolat, egy 5-6 lépcsős láncolat a tudományban. És az egységes Európa esetében kétféle iskola létezik. Van a romantikus és a realista iskola. A romantikus iskola szerint az európai egység gondolata mindig is búvópatakként ott volt az európai gondolkodók, illetve az európai nép társadalmak fejében. Nem inkább a birodalom népítő diktátorok fejében? Hát most... Jó, most tudom, ez romantika gondol... meg minden, szóval ez másik. De azt, hogy mindig ott volt, és ez a gondolat határozta meg az Európai Uniónak a létrejöttét is. A másik a realista is, aki azt mondja, hogy az, hogy létezett ilyen európai egységkép, az egy propaganda, az európai egységnek a propagandája, és akkor jött létre Európa, amikor arra gazdasági érdek volt. Ez a két iskola van. A lényeg, hogy van pénz. Így van, és akkor én szerintem most át is adnám Márknak a szót, mert én most így ismertetem a lehetőséget. Így van, úgyhogy akkor Márk, légy szíves, a kezdetekről egy kicsit, meg az alapokról beszélgessünk. Hát az első, amit mindenképp meg kell említeni, az az Európa név eredete. Ettől nem térhetünk el. Mindenki ismeri a legendát talán. Ugye kiről van szó? Európéről, ugye Agénor türoszi király leányáról, tehát ez egy főniciai királylány, akibe hát Zeus beleszeret, ugye ez oly sokszor előfordul. De hát kiben nem, ugye? Görög mitológiában. Láttam egy ilyen mémet, hogy a Disney sok mesét csinált, de a legnagyobb ferdítés, a legnagyobb kamu az volt, amikor Zeus egy hűséges családapaként állt. Abszolút, igen. Ugye a Herkulesben. A Herkules, így van. Ugye egy fehér bika képében a lány apjának a gulyája közé vegyül, marhái közé vegyül, és megkörnyékezi az éppen virágot szedő Európét. Európé ugye simogatja, meg úgy a bika így lögdös, és akkor felül a hátára, Zeus meg ugye a bikaként Krétáig meg sem áll, és hát utána ugye megtörténik, aminek ugye általában ilyenkor szükséges megtörténnie. Azért fölvett kérdéseket Európével kapcsolatban, és hogy egy bikának igent mondod, de most egy másik téma. Lehet, hogy a bika nem kérdezett. És tehát, hogy ez, hogy mondjam, a görög mitológiában szinte szokásos történet, tehát Európéről kapja a nevét a terület. Európának az első említése, mint földrajzi, hát mondjuk úgy fogalom, az Homérosz déloszi Apollonhoz írott himnuszában szerepel. Ugye Homéroszról tudni kell, hogy nem csak az Odüsszeiát meg az Iliászt tulajdonítjuk neki, hanem ugye neki himnuszai is vannak. És az égei tenger nyugati partvidékére hivatkozik úgy, hogy Európén, ugye hosszolj Európén, ez van a szövegben, és ezzel írja le az égei tenger nyugati partvidékét, ami ugye lényegében Hellász. Visszakanyarodva csak Európéra, mármint a nő Európéra, hogy jól emlékszem, hogy az ő nászukból keletkezett a Minotaurusz? Nem, az valami egészen más. Pedig azért nem mondta, hogy nem jogosul. Teljesen jogos. Az volt a sztori, hogy nagyon felfúvalkodott valaki, és akkor... Az ő fia lett a... Felfúvalkodott valaki, és akkor az volt, hogy megörült a nő, és a bikák után kezdett érdeklődni. Járni, igen. És akkor megtörtént, aminek meg kellett történni. Igen, ahogy mondtam. Elnézést a kis intermedzőt, azt hittem, hogy okos. Igen, de jogos a kérdés. Igen. A görögök alapvetően a Hellásztól északra fekvő területeket nevezték Európának, de például Trákiát is volt, hogy Európának nevezték. A
Krisztus előtt 6. századi Anaximandrosz féle világtérképen ugye már három, hát mondjuk úgy kontinens, de ez a kontinens elképzelés azért modernebb, de mondjuk úgy terület. Ugye Líbia, Ázsia és Európa nevet viseli, és utána ez megmaradt, tehát a Krisztus előtt 6.-5. századi Milétoszi Hekatájosz, vagy a Krisztus előtt 3. századi Eratosztenész szintén Európa nevét viszi tovább. Ha megnézzük Európát és a görögöket, egyrészt, amit fontos megegyezni, az az, hogy a görögség hogyan határozta meg önmagát, alapvetően a görög-perzsa háborúk óta a perzsákkal szemben. Tehát, hogy vannak a görögök, meg vannak a perzsák. Ez ugye Hérodotoszhoz köthető. Például Tukididész megörökít ugye Periklész egyik gyászbeszédét. Valószínűleg ezek a beszédek nem nagyon hangzottak el soha, de ez egy másik kérdés. És itt például újságírás. Nagyjából. És Periklész ugye mit hangsúlyoz? Például a görögséggel kapcsolatban a szabadság szeretetét. Hogy a görögség az a demokrácia, a szabadságra épül. Ez a beszéd ma is elhangzott. Pont ezt akartam volna, mondani, hogy modern de itt szlogen. Még a görögség nem egyenlő Európával. Nem egyenlő Európának az elképzelésével. Amikor ez változik, a Krisztus előtti 5.-4. század, és megindul egyfajta azonosítás. Itt két példát hoznék. Iszokratésznak, ugye ő is egy jelentős szónok, ő azt írja, vagy arról beszél, hogy a trójai háború volt Európának az első győzelme Ázsia fölött, ugye azt írja, hogy Kaitote proton ten európén tes asias tropaions tes asan, tehát hogy az első alkalom, amikor győzelmi trófeát hozott el Európa Ázsiától, vagy vett el Ázsiától. Lysias pedig, aki szintén egy nagyon jelentős szónoka volt az ókornak, az ókori Görögországnak, többek között arról ír, hogy az Tész Ásziás Basileus, tehát Ázsiának a királya, ugye a perzsa nagykirály, nem elégedett meg azzal a sok vagyonnal, ami neki volt, hanem elpidzón kájtén európén dúlószesztháj, hogy abba reménykedve, hogy Európát szolgaságba taszíthatja, utal arra, hogy ugye a görögöket megtámadta a perzsa uralkodó. Tehát a görögök uralma aláhajtása az egyenlő Európa uralma aláhajtásával. Másik részben pedig az arról beszél, hogy Bebájon mentén Eleutherian te Európé Kateirégászantó. Tehát, hogy ugye az Európa szabadságáról Eleutherian te Európé. Tehát itt a görögség és Európa között van már egyfajta azonosítás, már a Krisztus előtti századokban. És ami a görögöknél még nagyon fontos, az az Amphictyonésznak a megemlítése, az Amphictynia, az ugye egy közös szentély köré szerveződő szövetség, valamennyire egy katonai politikai szövetség is, de azért nem egy olyan szoros valami, amit mondjuk ma egy katonai szövetségen elképzelünk, de van egy közös szentély, vannak közös szertartások, és ez ugye vannak közös... Van egy kulturális közeg. Vannak kölcsönös biztosítékok azért, hogy a másikat nem támadom meg katonasággal, adott esetben még segíthetnek is egymásnak, tehát ez az Amphictyonész szintű szövetség, ez ezért fontos, mert talán az az első ilyen igazi városállamok közötti katonai szövetség, amely egyben egyfajta kulturális közeget, kulturális kulturális teret is jelent. Ugye azért jelentős ez a görög kezdeményezés, mert igazából ugye ez még nem európai egység, tehát ez ne, egyértelműen nem ezek európai egység. Ezek a nagyon gyökerek. Így van. Mármint úgy, hogy ezek ez még igazából arra, tehát azért hozzuk, azért indítunk ilyen távolról, hogy lássuk azt, hogy azért nem úgy indul. Tehát, hogy ha előzmények nélkül beszélnénk az európai egységről, és 18. századról indulnak, akkor azt mondják, hogy ennek semmi előzmény nincs, de ennek van. Nyilván ekkor még Európa nagy része a görögök számára is full ismeretlen volt. És ha megnézzük, a görögök kvázi egyesültek. Tehát egyesült Európát hoztak létre a perzsák ellen, csak ugye nekik akkor az Európa sokkal kisebb volt, mint nekünk most Európa. Hát nagyjából ez a égei tenger, amúgy meg a kolónia. Megragadta egy mondat a figyelmemet, hogy ezek szerint a görögök például már Tróját Ázsiához sorolták. Hmm? Tehát, hát hogy... pont ez az, hogy az Iszokratész azt írja, hogy a Trója elleni háború az egy koinén stratéján, az egy közös hadjárat, epitus barbarus,
a barbárok ellen. Hát, na, elő is került a barbár. Természetesen, ez nagyon hamar előkerül. Tehát lesz ezek, majd még nehogyatok a műsorban. Tehát ezek nagyon fontosak, és csak hogy sok időt ne vegyek el, menjünk a rómaiakra, ezt viszonylag röviden elintézzük. Továbbra is földrajzi. Európának ez nem ment Európa így. Fogalma továbbra is elsősorban földrajzi fogalom. Strabón, Pomponius Melap, Ptolemaiosz térképeikben, leírásaikban mind Európát, ugye a föld egyharmad részének tercia pars mundi írnak róla. És fontos az is szerintem talán megemlíteni, hogy a görögök eljutottak már a brit szigetek magasságáig, tehát hogy ők... A kereskedelmi kapcsolat így is van, tehát hogy... Ők ugye azzal, hogy egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen inváziós politikát folytattak előbb a földközi tengeren, majd az Atlanti óceánnak az európai részén. Gyarmatokat hoztak létre. Ezzel ugye nem is tudom, tehát te mondtad, Jonathan, hogy ők még nem ismerték Európa egészét, hogy valóban nem ismerték, de inkább a belföldi Európát nem ismerték, és meglepően pontosak voltak a térképeik, például Európa alakjáról. Igen. Érdekesség, hogy az ókori görögök egy része úgy gondolta, hogy az egész civilizációjuknak, a görögségnek, és az egész emberiségnek a szülőhazája, ez egy tulajnevezetű sziget fent északon, és egyébként ez a nációkultizmusban is felmerült a Thule társaságok révén. Erről nem a görögök tehetnek. De mindenről a görögök tehetnek. Mindenről. És lehet, hogy erről is lesz majd adás, meglátjuk. A rómaiaknál még fontos hozzátenni, hogy ugye természetesen már van egy egységkép, de nem Európa adja meg az egységképet, hanem az Imperium Romanum, a rómaiak birodalma, a római birodalom adja meg azt a közösséget, ami összefogja lényegében ugye a földközi tengert, hogy nevezték latinul? Mare Nostrum, a mi tengerünk. Ugye nem azt mondták, hogy Mediterráneum, hanem Mare Nostrum, ez az egész birodalmunknak a belső medencéje, fogalmazzunk így, mindenki fürdőzhet benne szabadon, amíg a kalózok el nem fogják. És a római birodalom jelentett egy politikai, egy katonai, egy jogi közeget, egy kereskedelmi gazdasági közösséget, és nem véletlen, hogy ma egyébként vannak olyanok, akik az Európai Uniót egy ilyen irányba tolnák el. Emlékeztetnék mindenkit, tavaly volt a nagy hírverés, hogy Boris Johnson valami olyasmit állított, hogy a római birodalmat kéne az Európai Unióból formálni. Tehát azért ugye látjuk, hogy itt megvannak ezek a... Érdekes, azóta már nem miniszterelnök. Jó, nem biztos, hogy csak ez vezetett el odáig, de jogos. Idősebb Plinius egyébként azt írja Európáról, hogy a világ legszebb része. Strabón pedig azt írja, hogy Európa vitéz férfiakat és jó politikai rendszereket termett. Hát azóta azért ezt a képet tudjuk árnyalni, azt hiszem, a jó politikai rendszereket, a 20. századot mindenkinek ajánlom egy végig gondolásra. Igen, szegény Strabón erről még nem tudhatott, hát sőt, lehet ó boldog tudatlanság, ugye már. Hát igen, de ugye ha megnézed, a mai napig európai alapú a legtöbb politikai rendszer a világon. Persze, tehát ez nem is kérdés, tehát itt most nem arról minden hely a kultúra van az európai alapú, ugye? Na jó. Ez már ilyen... Ez már politikailag inkorrekt volt. Ez etnofasizmus. Eurofasizmus. Eurosovinizmus. Na, kicsit térjünk rá a középkorra, mert ez is érdekes. Az ókeresztény szerzők ugye reagálnak egyrészt az európai történetre azért. Lactantius például a 4. században, ő allegorikusan értelmezi a bika és európai kapcsolatát, de most részletesebben nem mennék bele. Mások például, hát úgy valami olyasmi, hogy a bika az a hajót szimbolizálja, mivel Európét átvitték Európa területére, hogy ott egy királyhoz adják feleségül. Uh-huh. Ez egy, hát egy wow. Szerintem kicsit erőltetett. Jó, mások például, Szent Jeromos és Szent Izidor úgy hozták fel példaként, hogy na, ez is egy példa, hogy a pogányistenek milyen csúnyán erkőstelenek, ez ugye a szokásos ókeresztény hozzáállás. Szegény Szent Izidor, hozzáállás. Ezek után, hogy az erkőstelenségről beszélt, ezek után őt a internet védőszintén. Tehát, hogy megalázzák Szent Izidornak az emlékét. De igazából viszonylag hamar elült ez a dolog, és így ez ilyen... Csak akartak egy szigorú szentet, tudod. Igen. Tehát van reakció, de azért nem olyan egetverő. Ugye... Továbbra is a sötét, a középkor nem volt sötét. Persze, csak természetesen. Vitatkoztak Európa határáról. Ugye ókorban ez az a mai volt, napig is egy érdekes kérdés. Ókorban az volt a álláspont, hogy a grúziai Fasisz folyó az, ami Európának a természetes határát jelenti.
És lényegében ez eltűnik, és a korszakban azt mondják, hogy a Don folyó lesz Európának a határa. Hirtelen csökken. Ezt mondja Szent Izidor, ezt mondja Beda Venerabilis, és a 8. század elején alkotó ravennai Anonymus kozmográfiája is ezt erősíti meg. Ő megemlíti, hogy hát a régiek úgy gondolták, hogy a Fasis folyó, de gyorsan eltér erről, és azt mondja, hogy hát a Don folyó az a Európa határa. Ugye, amim szintén előkerül, az Európa, mint Jáfet osztály része. Ugye Noé kapcsán elkezdték felosztani, hogy Sém kapta Ázsiát, Hám kapta Afrikát, igen, és Jáfet pedig ugye Európát, és ugye Porció Jáfet néven, ugye Jáfetnek a porciója, osztály része, ezért fordítottam így. Adagja. Ezt negyedik századtól kezdve hangoztatja például Salamisi Epifanios, de Lioni Szent Eukérius, Beda Venerabilis és a Ravennai Anonymus, illetve Alcuin, ugye Nagy Károlynak a neves professzora, idézőjelesen tudósa is, ezt alátámasztja. Másik dolog szintén Európa és a szentség összekapcsolása. Sulpicius Severusnál olvastam. Roppant érdekes csiki-csuki kijöttnek. Sulpicius Severusnál olvastam, ugye a Vita Sancti Martini Szent Márton, Turi Szent Márton élete. Ugye azt írja benne, hogy Szent Mártonnak a szentsége egy szintre helyezte Európát, a sok szentet kitermelő Ázsiával és Egyiptommal. Tehát, hogy érdekes, hogy itt megjelenik az a gondolat, hogy Európa önmaga is, ha mondjuk keresztény szentség szempontjából is értékes, hiszen adott egy olyan szentet, mint Turi Szent Márton, holott Ázsia sokkal több szentet adott, de Márton az egy személyében mindegyikkel egy szintre helyezhető. Hát meg amúgy Jézust és a 12 apostol, de ez igen. De hogy ez is érdekes, hogy Európának és a szanktitásznak, a szentségnek az összekapcsolása, az pici, nem az van, hogy Európa a szent kontinens, nem erről van szó, de itt érdekes. Megkezdődik a térhajlítás. Ehhez lett a vége. Picit, igen. És valahol ugye itt Szent Mártonnak a személye maga is, ugye Európának szinte egy ilyen szimbóluma. Picit politikaibra véve a hangot, a Karolin korszak az jelent egy fontos időszakot nekünk. A 799-es paderborni Nagy Károly és III. Leó pápa közötti találkozott megörökítő mű olyan jelzőkkel látja el Nagy Károlyt, hogy Európéquo Celsa, vagy Celsa Farus cum Luce coruscat, világító torony, amelynek fénye beragyogja Európát. Európé venerandus apex, Európa tisztelendő, hát az apex nehezen fordítható csúcsa, csúcspontja, teteje, nem tudom. Top. És ami még ugye sokan szeretik ezt hangoztatni, a mai EU-ban is, Pater Európé, Európa atya. A kutatás azért súlyos azt mondta szavak. Ki, hogy talán nagyobb jelentőséget tulajdonítunk ezen címeknek a kelleténél, ugyanis Nagy Károly nem európai császárként azonosította magát, hanem hogy Imperator Romanorum, a Rómaiak császára, a Római nagyon, Birodalmat. Nagyon érdekes, eszembe jutott, hogy valahol láttam én Nagy Károlyt és az Európai Uniót az együtt. Az Európai Unió ifjúsági. Így van, így néztem, hogy az Európai Ifjúsági Nagy Károly díj. Tehát konkrétan Nagy Károlyra nevezték le az Európai Ifjúsági díjat, tehát hogy aki érez magában... Mert Nagy Károly mindannyiunk apja, vagy... mindannyiunk apja, mint Genghis Khan Mongóliáé. Mindannyiunk előképe Nagy Károly. Igen. Nekem, aki nagy voltam. Igen. Egyébként ugye érdekes, hogy főleg a brit szigetekről származó személyek hangoztatják mindig azt Európát, mint kontinenst. Például Catwulf, Regni Európéról beszél, Európa királyságáról. Ez nem lehet egy kisebbségi komplexus amúgy? Vagy így... Szerintem inkább az, hogy ők a brit szigetekről jöttek, és nekik Európa mondjuk úgy, hogy kicsit különállónak tekintették, és nekik a Európa, meg vannak a britek. Van a brit sziget. Alcuin pedig ugye beszél arról, in partibus Európé, tehát hogy Európa részein lévő, ez az ama, az egyházak, királyságok, ilyenekről beszél. Érdekes módon Nagy Károly halála után többször előkerül Európa, még ennél is. Ordeáni Teodulf, Jámbor Lajosról, ugye Nagy Károly fiáról azt írja, hogy Isten Jámbor Lajosnak adta Európa uralmát, Európé Régna, ami ugye szintén ez a
Itt hozzáteszem, egyik esetben sem arról van szó, hogy az egységes európai birodalom, hanem itt Európa elsősorban földrajzi fogalom, de nagyon jól látható, hogy ezekbe a mondatokba, vagy jelzőkbe szinte bele lehetne látni, ha akarom, az egységes Európa képet, és ezt sokan meg is teszik. Mondjuk szegény Jámbor Lajosnak már a neve is arra predesztinálja, hogy ő aztán nem lesz az, aki vasmarokkal egyet tartja Európát. Ardo Smaragdus a Vita Benediktiben arról ír, hogy Lajos, mivel császár lett, egész Európa egyháza felett elnököl, Totius Ecclesia Europae, itt is. Ebből megint lesznek problémák. Igen, és Sedulius Cotus, kb. 850 körül azt írja, hogy Nagy Károly ugye Cézár erat Károlus Toto Clarissimus Orbe, Európé Princeps, Európa fejedelme, az egész világnak a császára. Írja ezt. Ugye itt megint csak látszik, hogy miben gondolkodnak? Birodalomban, világbirodalomban, világfeletti uralomban, és emellett persze Európa fejedelme, mint Európának a legnagyobb uralkodója természetesen, de továbbra sem arról van szó, hogy ez egy nagy egységes európai egységállam lenne. Még az ulsteri évkönyvek szinte Nagy Károlyról azt írják, hogy egész Európa császára, Totius európai imperátor, megint csak igazából ugyanerről a jelenségről van szó. Jámbor Lajos után szétesik a Karoling örökség. Milyen meglepő. És azért persze Európa, mint főleg földrajzi fogalom megmarad, de mondom, ebben a korszakban is bár többször előkerül, nem jelent ilyen egységes valamilyen elképzelést. Maga ez a fogalom, hogy Európa. A következő római birodalomig. Nagyjából. És én, amivel zárnám a kis saját részemet, úgymond, a stand-upomat, a Res Publica Christiana elképzelés, ami viszont már tényleg egyfajta egységes elképzelés a középkorban. Ugye honnan ered ez? Szent Ágostonnak a De Civitate Dei, Isten városáról című művéből, illetve a De Opere Monachorum, ami igazából egy ilyen szerzetességről szóló mű, és ebben van egy olyan rész, hogy Omnium enim Christianorum una respublica est, hogy tehát a keresztények összessége az egyetlen állam, ugye Res Publica, nem javaslom a köztársaság fordítást, de így is lehet fordítani, egyetlen köztársaságot, egyetlen államot, egyetlen politikai egységet alkot minden keresztény. A Res Publica Christiana az nagyon sokáig egyenlő az Imperium Románummal, ezt hozzáteszem. Keleti, majd nyugati részen is, például a pápa iratokban egészen a 11. századig, és milyen érdekes, hogy a 11. század az kezdődő investitúra harcok, hát nem nagyon lesz ez menő, hogy az Imperium Románum, aminek ugye a feje a német-római császár úgymond nyugaton, most tegyük zárójelbe, hogy ez nem feltétlen fogadható el, hogy a német-római birodalom az a római birodalom örököse, de ez most zárójel. Most más a téma, igen. Igen, ezt majd a Translatio Imperit egy másik alkalommal átbeszéljük. A 11. Ahogy századtól... Ahogy sok minden mást, amit ígértünk. Amit ígértünk, igen. Már a füzetem fele ezeket tettem. A 11. századtól a keresztények összessége a pápa vezetése alatt, ezt jelenti a Res Publica Christiana, nemzetközi keresztény közösség, egyetemesség, univerzalitás. Direkt politikai megtestesülése igazából nincs. De mi testesíti ezt meg? A közös latin nyelv, mint lingua franca, ugye a diplomácia nyelve, az átlag nyelv, amit használnak az egymás közti kapcsolatokban. Megnyilvánul ez abban is, hogy van egyfajta jus commune, egy közös jog. Ugye ez mi adja? A középkori Európának lényegében általános érvényű jogrendjéről van szó. A corpus juris civilis, vagy civilis, ugye Justinianus korából, aki összeszedte, ez a római jog, magyarul, és a 12. századi Decretum Graziani, ami pedig a kánonjognak egy összessége, és ez igazából egész Európában viszonyítási alapnak számított, és még, tehát közös jog, közös vallás, természetesen a római katolikus, főleg római katolikus kereszténység, de persze Európában, mint földrajzi fogalomban voltak mások is természetesen. Amíg nem jöttek a római katolikusok, és nem... Igen, persze voltak itt problémák, de azért nem volt annyira egysíkú Európa vallási élete, de egyértelműen domináns helyzetben van a római katolicizmus, és a közös, tehát a latin nyelv, a vallás és a közös jog. Ez, ami mindenképpen összeköti Európának, főleg Nyugat-Európának ebben a korszakban az államait, lényegében ennek a határa az Magyarország és Lengyelország, ha katolikus részről nézzük igazából.
És ami így igazából... István királyunk tett róla, hogy mi is a nyugatigakhoz. És ami a Respublika Krisztiána kapcsán még érdekes, az a pápa és a császár küzdelme. Ugye, hogy ki vezetheti a Respublika Krisztiánát, ki lehet a feje? Ugye erről megy a nagy vita, római Egidius például de Ecclesiastica Potestate az Egyházi Hatalomról című művében amellett tör láncsát, hogy egyértelműen a pápa, mert ő Istentől, meg Szent Pétertől, meg mindenkitől kapta a hatalmát. Páduai Marcilius pedig a Defensor Pacis, a Béke Őre című művében amellett tör láncsát, hogy igenis a császár az, aki például a Respublika Krisztiánát vezetni hivatott. Ez egyébként már 13-14. Század, tehát pontosan jó átkötést jelent egy bizonyos, nagyon fontos személyhez, akit véletlenül Dante-nak hívnak. Imre majd fog róla beszélni. Úgyhogy, amit összefoglalóan el tudok mondani erről az első részről, hogy az ókorban Európa már földrajzi fogalomként igenis erőteljesen megjelenik. Nagy Károly időszakában nem kap igazából politikai töltetet, de egy jó, szép jelző, hogy Európának az atya, a császára, a királya, egyháza, uralma, mindenféle lehet Európának, és igazából ami egyfajta ilyen nem Európai Unió előzmény, de egyfajta ilyen közös kultúra, közös, egyfajta zárójelesen idézőjelek között egy politikai közösség, az a Respublika Krisztiána elképzelés, ami viszont a középkorban igen erőteljesen jelen van. És akkor valóban innen tudunk átkötni egy kicsit, most csatornázzuk át az eddig hallottakat, mert innentől kezdve inkább át fog egy kicsit helyeződni talán a hangsúly a vallási területről, szóval fordulok is akkor Jonatánhoz. Dantéval talán kezdhetünk is, mert őt hozta szóba Márk. Miért pont Dante? Még Dante előtt egy kicsit a középkor ismerve az, hogy... lehet nézni az erről szóló adásunkat. Hogyha az ember ránéz az emberi történelemre, akkor talán a középkor volt a lett volna a legjobb alkalom egy egységes Európa létrehozására. Tehát volt egy egyetemes közös latin nyelv az értelmiségnél, és volt egy közös vallás, a római katolikus vallás. Hát ennél jobb pillanat az egységes Európa megteremtésére nehéz. Tehát, hogy azóta csak mindenki volt, másra volt elfoglalva. Így van, azóta volt egy, meg volt közös ellenség is, hát az arab hódítások, ugye a Jeruzsálem. Vagy éppen Bizánc, ugye mikor Bizánc, tehát ilyen eretnekek, persze. És akkor most kötnék át Dante, hát Dante talán az első ilyen nagyobb figura, aki felvázolta egy egységes Európának egyrészt azt, hogy én is kéne neki néznie. Dante egy univerzális monarchiába hit, ami azt jelenti, hogy egész Európának egy nagy monarchát, tehát egész Európát egy nagy monarchának kellett volna, egy nagy uralkodónak kellett volna irányítani, aki nem a pápa. Hát ő külön választotta már, hát azért, mert rühelte a pápát, de ez a D-monarchia művében van, ugye? Így, az egyeduralomról. Így van, így van. És ő külön választotta a pápát, meg tehát a egyház és a világ. Milyen felvilágos. Amúgy Dante inkább császárpárti volt, ez csak úgy megjegyzem. Hát én ezt mondom, hogy nem kedvelte igazán a pápát, tehát külön választotta ezt a két szerepet. Úgy vélte, hogy egy egész Európának van egy közös vallási, kulturális, politikai gyökere, amiben egyébként fel lehetne építeni ezt az egységes Európát. És azt gondolt, hogy a népek egymás, az európai népek egymás elleni küzdelme igazából nem viszi előre Európa ügyét, pont az, hogy hátráltatja. Ezért kéne egy békét létrehozni, hogy az erényt fent tudják tartani. És ő nem azt mondta, hogy egyébként magát az államot, magát a nemzetállamok, akkor még nem beszélünk nemzet, magát a rendi államokat meg kell szüntetni, hanem azt mondta, hogy bizonyos önállóság mellett de azért egy monarcha alá be kell tömörülni. Tehát ez volt a lényege. Hát igazából ez a Respublika Krisztiána elképzelésben gyökerezik, sőt, igazából annak egy ilyen kiteljesedett verziója. Én úgy fogalmaznám meg, hogy ez a kereszténység nélküli Respublika Krisztiána. Ugye nyilván a Respublika Krisztiána esetében felmerül az, hogy valószínűleg a pápa irányítaná ezt az államot. Igen, de azért a Dante-nál nem mondanám az, hogy kereszténység nélküli, inkább az, hogy pápai primátus nélküli. Így van, pápai primátus nélküli. És el is érkezünk a másik. Ugye Dante ezt inkább filozófiai oldal, hogy az erény fenntartása véget kell létrehozni ezt. Most következik Pierre Dubois, egy francia királyi ügyvéd, tehát ő azért már egy kicsit közelebb áll ahhoz, hogy a politikai oldalról közelítsen meg ezt a kérdést. Ő úgy vélte, hogy az a probléma, hogy amikor keresztes hadjáratok vannak, amikor küzdenek a közös ellenség ellen, akkor valamiért mindig hátba támadják egymást az európai országokat. Mik nem vannak olyan.
És hát emiatt vannak a keresztes háborúban a vereségek. És ahhoz, hogy jobban meg tudjuk szervezni a keresztes hadjáratokat, és el tudjuk küldeni bizonyos személyeket a másvilágra, az jó lenne összefogni. Pierre Dubois, és nyilván francia vezetéssel, tehát ez nem is kérdés. Ebből lesznek még később gondok. Így van, lesznek még a franciák. Ő igazából kiemelte azt, hogy Európán kívül mindenki barbár, tehát mondtam, hogy a barbár vonal az még vissza fog jönni, és a keresztény európai civilizáció az olyan felsőbbrendűbb, mint a többi civilizáció. Ő volt az első, aki konkrét intézményeket említett. Tehát konkrét intézményrendszert adott ehhez az elképzeléshez. Ez volt az államfő kongresszusa. Ő úgy vélte, hogy itt a pápa és a fejedelmek közösen rendelkeznek az ügyről, az ügyekről. Tehát ez kicsit ilyen demokrácia-monarchia keverék? Így van. Hát igazából ott volt a pápa is, olyan, mint a felsőház volt régen a magyar parlamenti működésben, ott voltak ugye püspökök is, és ugye ott volt emellett még a egyéb politikai vezetés. Remélem, ezt nem nosztalgikusan mondod. Egyáltalán nem. Ugye amúgy érdekes, hogy ez az időszak, pont ez a 13-14. Század, ami ugye a rendi Franciaország kibontakozása is. Tehát érdekes, hogy itt még a nemzetközi felépítés és az országon belüli felépítés is ez, hogy most ezt a felsőházat említetted úgymond, magyar részről, hogy ez egy példa, így meg is eleveredett előttem, hogy ez igazából egy franciaországi rendiség nagyban. Igen. Lenne Európa szinten. És nyilván a francia király. Természetesen ki más, hát ugye szép Fülöp ráadásul. Tehát még egy szép uralkodója is lenne az egésznek. És akkor idéznék most Pierre Dubois a Szentföld visszaszerzéséről című művéből. Igen. A katolikus fejedelmek egyetértésben élnek, és nevezessenek egymás ellen hadat. Ha ugyanis ott tartózkodnak, és megtapasztalják, hogy tartományaikat tehát hogyha a Szentföldön tartózkodnak, és megtapasztalják, hogy tartományaikat a háború elpusztítja és sivataggá változtatja, akkor elhagynák az Úr örökségét, és visszatérnek saját országukba, hogy azt megvédelmezzék. Tehát ő ezt emelte ki, mint problémát. És akkor most át is lépünk a középkorból a felvilágosult időszakba, tehát a egyel tovább lépünk a 16. 17. század környékére. Szép fokozatos a lépcsőzetesen. Felvilágosult időszak, protestáns üldözések vannak nagyon, de felvilágosult. Márknak azt hiszem nem felel meg a fogalom. Itt azt kell látni, hogy elkezdődött egy elég jelentős változás. Tehát az, hogy olyan államok jöttek létre, mint például Svájc, vagy Németalföld, Hollandia, amik már kvázi ezt az Európai Uniót, vagy az Európai Integráció egységét vetítik előre, azáltal, hogy ezek nem központosított monarchiák, hanem ezek ilyen föderatív országok és nemzetek bizonyos szabadságok érvényesülésével. Hát ez ilyen példák az értelmiség előtt vannak. És akkor itt érdemes megemlíteni Sully grófját, ő 4. Henrik francia király első minisztere volt. Ő azt mondta, ezek a franciák nagyon korán kezdték. És majd látni lehet benne, majd tippeljétek meg, hol látható igazán a francia szál. 15 európai államnak kell létrehozni ezt a szövetségi rendszert. Ez a szövetségi rendszer törvényeket alkotna, szabályozná a tagállamok kapcsolatait, vezetői a tagállamok küldötteiből álló Európa Tanács, tehát ez egyébként az Európai Unió Európa Tanácsának az elődje, itt nevezték meg először, és akkor most figyeljétek, meg kell találni, hogy ezek közé eddig melyik volt a francia szál. Az utolsó pedig... Importáljunk csigát? A Habsburg Birodalom feldarabolás. Szerintem ezt az oszmának találtam. Ez annyira francia, hogy nagyon. Na és akkor visszatérve, mi is történt a középkor és a felvilágosodás között. Megindultak a nagy földrajzi felfedezések, amik szintén kvázi kitágították. Tehát eddig csak Európába gondolkoztak, most már egyre többen elkezdenek világbékébe gondolkozni, ilyen peace. Feltételezem, hogy a gyarmatosítások nyomán. Így van, tehát megismerték a világot. Bejött a reformáció. Megismerték és meghódították. Így van. Ezek a lépésről lépésre, tudom. Igen. Bejött ugye a reformáció, így lényegében új törésvonalak alakultak ki az egységes Európa. Pont ez a Respublika Krisztiána szétomlása lényegében. Elkezdenek létrejönni minimális szinten a nemzetállamok, tehát már megvannak a nemzetállami csírák, amiből kinőhetnek majd azok, hogy gyönyörű, szép, mamut. Tehát most vannak gyökerek és csírák is. Így és ami igazán fontos, ez majd később a felvilágosodásnak a későbbi időszak, hogy létrejön az Amerikai Egyesült Államok. És ahogy én utána mostam a témának,
mindenki úgy tekint az Amerikai Egyesült Államokra, mint valami istenre. Tehát az értelmiség körében az Amerikai Egyesült Államok az olyan, mint a Eldorado. Ez új volt? Candidban. Hát olyan szempontból, hogy érted, hozzuk létre az önálló európai gondolkozást, másoljuk le az Egyesült Államokat. Tehát, és akkor az első ilyen emberünk az a Saint-Pierre Abbé, ő is francia, ő egy apát volt. Ő azt mondta, hogy egy ilyen egységes európai szövetségnek a lényeg. Ez melyik időszak az, már? Melyik? 17. század eleje. Ő azt mondta, hogy a béke a legfontosabb. Valahogy minden egyes ilyen ember azt mondja, hogy béke. Tehát ők már békepártiak voltak. Béke és biztonság. Ő azt mondta, hogy a probléma az, hogy az európai királyságok közötti kapcsolatok csupán pár hónapra, pár évre jönnek létre, és rendkívül könnyen felbomlanak ezek a szövetségek, megegyezések. Ezért azt mondja, hogy egy európai konfederációt kéne létrehozni. Ennek lenne egy alkotmánya, amit egy Hágában összegyűlő európai konferencia határozna meg. A tagállamoknak a belső ügye az szabad maradna, tehát a belügyben nem szólnának bele. A gazdaság, a háború kérdése az lenne az, ami kvázi ez a kormányközi szervhez kerülne, a székhelye pedig Utrecht lenne. Létrehoznám Hollandiában. Uh-huh. Tehát ezek a Benelux államok már akkor is bírtak. Központi terület. Nem értem, hogy ők egyrészt ugye ott volt kvázi az európai iparosodásnak a központja még London előtt és Anglia előtt, másrészt pedig ugye ott már kialakult ez a konfederáció lényegében. Tehát a Hollandia létrejött, az egy olyan szintén vágyálom volt. Ami tök érdekes, hogy gyakorlatilag, amit most leírta, ez az osztrák-magyar monarchia csak nagyba. Hát igen, de ugye itt nem nyomták el a kisebbségeket. Uh-huh. Erről is meg beszélnünk kell, hogy az osztrák-magyar monarchia egyébként nem nyomták el őket, de mindegy most... Ez egy másik adás témája, haladjunk. És akkor Saint-Pierre Abbé még azt is kiemelt, hogy kéne egy európai állandó bíróság, ami a tagállamok közötti konfliktus kezeli. Ugye mai világban is van több bíróság Európa területén, van olyan bíróság, ami a tagállamok között, ugye ez az Európai Uniónak van ilyen szerint a tagállamok közötti konfliktusokat kezeli, és van olyan, ami az emberi, tehát az európai személyek, állampolgárok közötti konfliktusokat kezeli. Tehát mit tudom, valakit probléma érte, az állam szerinte negatívan kezelte, akkor fellebbeztette ez a bírósághoz, és az Unió elbírálja. És egyébként ezt az elképzelést, amit itt Saint-Pierre Abbé vázolt, ezt Jean-Jacques Rousseau is jónak tartott, és kicsit ideális, de idealisztikusnak vélte. És akkor... Én egy dolgot még közbevetnék a kora újkornál, a Westfáliai békét. 1648, ugye a 30 éves háborút lezáró béke, erről a 30 éves háborús adásunkban beszéltünk. Nem azért, de a Westfáliai békére nekem nem az egységes Európa. Pont ezt akarom mondani, hogy milyen érdekes, hogy ezen gondolatok közepette megkötnek Európában lényegében a nulladik világháború idézőjelesen után egy olyan békét, ami pont a... Hát mondjuk úgy, hogy van olyan kutató, aki a nemzeti szuverenitás egyik alap ilyen dokumentumának tartja a Westfáliai békét. Nem avatkozom be más független államnak, önálló államnak a belügyeibe. A német-római birodalmat konkrétan több száz kis fejedelemségre tagolja, úgyhogy azoknak teljes önálló belpolitikája lehetséges. Tehát talán Kissinger volt az, aki ezt kvázi földönként értékelte, uh-huh. és a modern világrendnek az alapjai ezek az államok. Tehát ekkortól váltak az államok a diplomáciai tényezőké. Igen, mint a Richelieu-nél ugye a raison d'état. Tehát, hogy az állami érdek. Előtte az univerzális, keresztény univerzalitás, ez a Respublika Christiana érvényesült. Vagy pedig ugye a dinasztia érdek, ami nem ugye egy államterület. Tehát a Habsburgok se Svájcba indították meg a monarchiájukat, mert elűzték onnan. Tehát nyilván a hazudók is átmentek Ausztria, de nem számított az, hogy ez Ausztria vagy Magyarország, ez az enyém. Persze. Tehát, hogy csak meg akartam említeni, hogy azért a Westfáliai béke is fontos ezen kérdésben, mert az pont meg egy ilyen, hát nagyjából egy ilyen ellenhatás. Abszolút. És akkor beütött a boldog 19. század, ugye uh-huh. ekkor már a polgáriasodás elég magas szinten áll, elkezdenek ténylegesen létrejönni a nemzetállamok, Németország, Olaszország szép lassan. Németország például egyébként pont azt üzente, hogy gazdasági integráción
belüli, tehát gazdasági integrációval is elérhető az egységes, nem muszáj háborúskodással. Gondolom itt a Zollverein-re gondolsz. Igen, 1834-es Zollverein-re, ugye ez a Vámunió. Érettségi óta mindenki jól tudja. Vagy nem is megbukott. És az a érdekes, hogy az olasz egység létrehozó egyik nagy kitalálja Giuseppe Mazzini, aki az ifjú Itáliát létrehozta, ő Svájcban megalapította a 30-es években ifjú Európát. Ekkor is azért már gondolkoztak erről. Itt még az egységes Európa gondolatában érdemes Immanuel Kantnak az Örök béke című művét megemlíteni. A jó emlékezetű Örök béke. Hosszú ideig is tartott. Ugye itt az a egységes Európa gondolathoz az úgy kapcsolódik, hogy békét akar ő is teremteni. Itt csak egy a probléma, hogy Kant, ahogy ez egyébként megszokott ebben a korszakban, ő ezt nem csak Európára, hanem ez kollektívan az egész világra értette. Tehát ő kvázi egy ENSZ-et képzelte. Előfukujamának hangzik. Ja, hát, meghirdetjük a történetnek vége van? Kant nem azt mondta, hogy nem lesz soha többé háború. Ő azt mondta, hogy ha ezt csináljátok, akkor nem lesz soha többé háború. Fukuya meg azt mondta, hogy nem lesz soha többé probléma, és aztán meg lehet. Igen, kihúzta a to-do listet róla. Igen. És akkor nem is beszélnék olyan sokat Kantról, mert ő leginkább egy ilyen nemzetközi. Az Örök béke egyébként is egy nehezen emészthető bonyolult mű. A következő személyünk egy utópista, szocialista úriember, Henri de Saint-Simon. Ugye ő a 18.-19. Században élt. Ő azt mondta, hogy a közül... Egyébként Henri. Henri. Nem beszélek francia. Tudod, mint a focista. Na. Ja, Thierry Henri, miért ne? De ő Y írja nevét, ez a Henri meg I-vel. Ez zavart meg mi? Ez. Persze fog be. Ő a közösség, utópista, szocialistaként ő a közösségi tulajdonra helyezte a hangsúlyt, és amikor 1815-ben kirobbant a bécsi kongresszus. Kirobbant a kongresszusok kora. Így van. Akkor ugye ő Augustin Thierry-ből, vagy nem tudom, hogy kell franciásan mondani, kidolgozott egy koncepciót arra, hogy hogyan lehetne rendezni azt, hogy soha többé ne legyen olyan, mint a Napóleon. És ő azt mondta, hogy parlamentáris demokráciát kell létrehozni. Európai szintű? Ez egy európai parlament lett volna. Ez az európai parlament első említése egyébként. És az az érdekesség, hogy amikor ugye létrejött az európai integráció legelső szintje az akkor az európai szín és a célközösséggel, akkor nem volt parlamentje, hanem közgyűlése volt. Tehát a parlamenti nevet csak később kapta, és azt, hogy parlamentáris demokrácia, idézésen demokráciává vált az Európai Unió, 1979 az első választás Európában. És ugye azt mondta ez a Saint-Simon, hogy úgyis közös a kultúránk, igazából mindenünk közös, oktatás, egészség, hogy minden, hát akkor most miért rendeződnénk, ez tök normális lenne, és azt vélte, látszik, hogy szocialista, látszik, hogy egy cenzusos választójogot kell bevezetni, tehát aki tud írni és olvasni. Ekkor 60 millió ilyen ember volt Európában. Azt mondta, hogy a 60 millió ember esetében 1 millió választónként kell egy tudóst, egy kereskedőt és 2 tisztviselőt küldeni az Európai Parlamentbe. Tehát kicsit ilyen elektori rendszer? Nem igazán. Vagy szakértői parlament, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól meghatározni. Hát a két szakértőt, vagy tehát a pénzügyi... Ilyen kicsit technokratikusabb. A pénzügyi háttérhatalmat és a tudományt képviselő két személy. Nem gondoltam, hogy a műsorban ez az jól el fog hangzani. Elhatárolódom. Kiegyensúlyozandó két állami tisztviselőt is küldenék, tehát összesen 4 ember. Tehát kultúra, gazdaság, politika. Lényegében. Dupla politika, igen. Dupla politika, igen. Igen. Egy kereskedelmet, egy tudóst, két politikussal kérek szépen. És ugye 60 millió ilyen választó volt, és ugye ezt megszorozók, ugye 240 képviselő alkotta volna ezt a parlamentet. A vezető szerep egyébként Franciaország és Angliai lett volna. Of course! Why not? Ugye kialakultak a nemzetállamok, bejött a reformáció. Ezért egyébként... Hát akkor már rég bejött a reformáció. Igen, de hogy ezek vezettek oda, hogy Kelet-Közép-Európában is elkezdtek gondolkozni erről az európai egységről, csak ők nem jutottak el odáig, hogy egység. Ők a regionalizmusban hittek. Ők különben szabadok akartak lenni, majd utána lejjenek. Igen, és ők azt mondták, hogy egyébként ahhoz, hogy mi nekünk legyen hangunk, azután, hogy a földrajzi felfedezések és a globális világhálózatok, nem, tehát a globális kereskedelem kialakulásával
ahhoz, hogy Kelet-Közép-Európa ismét legyen, egy egységes Kelet-Közép-Európára van szükség. Tehát itt ugye a Mittel-Európa elképzelés, egy Közép-Európát kell létrehozni a németek vezetésével, vagy Kossuth Lajosnak a Dunai Konfederáció. Tehát ők elképzelték azt, hogy igazából... Ami persze nem egy európai egység, de egy Európán belüli egységes tömb. Így van, és ugye azért, mert most a magyarok nem tudtak olyan elképzelést, hogy na, mert mi megcsináljuk Európát, ha-ha-ha. Magyar vezetéssel. Magyar... Szeretnénk ilyet ma, csak nem sikerül. Igen, és akkor még kiemelném azt, hogy azt kell látni, hogy Európa egysége mindig valamilyen más eszmével társult, tehát középkorban kereszténységgel, majd később föderalizmussal, regionalizmussal. A békével, lényegében békével, az is egy ilyen van. Dolog. És akkor térjünk rá az első világháborúra. Hát az első világháború az egy ilyen ice bucket challenge-ként érte a világot, hogy leöntötték őket a valósággal. És ennek a következménye az lett, hogy a 1920-as években... Ez egy rapid összefoglaló lesz az adás idő vége felé közeledik. Több mint 20 meg nem támadási szerződést kötöttek a felett, és több multilaterális egyezményt is kötöttek, hogy nem támadják meg egymást. Hát ugye tudjuk, hogy ez innen... Nagyon jól sikerült. És azt látták, hogy az EU... És ugye ez nagyon... Fél, Anglia nem támadta meg Franciaországot, Németországot támadta meg. Tehát, hogy... Egyébként ez nagyon fontos volt például Jean Monnet-nak, az EU egyik létrehozójának. Ugye ő látta azt, hogy a diplomáciai úton a béke nem megvalósítható, ezért gazdasági úton kell, így lett ugye az Európai Unió egy ilyen kezdeményezés. Tehát ugye sokan látták, hogy egyébként az első világháború vagy elcseszett világháború volt, vagy elcseszett békerendszert követett. Tehát Keynes... Egy rossz háború, rossz békerendszere. Így van, Keynes és Foch is azt mondta, hogy a Foch tábornok Franciaországból, hogy ez nem lesz jó. Ugye Foch azt mondta, hogy ez nem béke, hanem 20 év fegyverszünet. A Keynes pedig, aki egyébként angol követ volt Versailles-ban, azt mondta, hogy írt egy könyvet a békeszerzés gazdasági következménye, azt mondta, hogy gyerekek, hülyék vagytok. Tehát Anglia lehet, hogy jól kéne ebből a konfliktusból, de szarba hagytátok, már bocsánat, Európát, és Európa össze fog omlani, és Európa olyan irányok lesznek, amik egységesülni akarnak majd, és hát egy bajszos bácsi alatt egységesült Európa. A másik ilyen fontos első világháború... Aki nem egységesült, azt egységesítették. Így van. A másik ilyen fontos első világháború utáni kezdeményezés az a népszövetség volt. Ugye ez több dolog miatt is elhasalt. Egyrészt az Egyesült Államok fennszóval hirdette, hogy létrehozzuk a népszövetséget, és aztán a kongresszus leszavazta, hogy belépjenek. Tehát ez ilyen kellemetlen sztori volt. De a népszövetség alá rendeltek olyan dolgokat, mint a hágai. Wilson elnök masterclass amúgy. Nem az ő hibája volt, tehát a Wilson ellenzéke szavazta le, hogy beincsenek a Wilsonnak. Ugye ez a Népszövetség alá tartozott a Hágai Nemzetközi Bíróság, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Ezek egyébként már az ENSZ alá tartoznak, tehát ilyen átöröklődött. Volt egy közgyűlés, évente egyszerű ülésezett, minden állam egy szavazattal rendelkezett, és egyhangú szavazattal, ez volt az egész Népszövetségnek a legnagyobb hülyesége, hogy egyhangú szavazattal akartak eldönteni dolgokat. Ismerős amúgy. És volt ennek is egy szerve, a tanács, ugye ez ma a biztonsági tanács, itt négy, majd öt állandó tag, a négy tag Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, de most ha ebben megnézzük, hogy hány lett fasiszta. Olaszország és Japán, de várjátok. Érdekes, ki is kerültek amúgy 1926-tól Németország az ötödik tanácstag, ugye ők 33-ban ki is lépnek. A főtitkárságnak a székhelye pedig Genf volt. És akkor ez volt ilyen népszövetség. És az volt a legnagyobb probléma, nem tudom, erre ki akartál térni, de ha nem, akkor most mondom, nem volt katonai garancia. Nem. Nem lehetett semmit se végrehajtani, mert a Népszövetség döntött valamiről, a döntésnek meg mondjuk idézésen az áldozata azt mondta, hogy oké, okay. Akkor már kilépek. Ja, jó, oké, az lehet. Németország kilépett. Nem volt kényszerítő, semmilyen kényszerítő eszköz nem volt. És az ENSZ-nek ma azért, az ENSZ sem sokszor, az sem hatékony, de szerintem annak... Vannak friss tanulságai. Hát ugye igen. Az ENSZ esetében, hogyha az öt biztonsági tanácstag azt mondja, hogy akkor most bevetjük az ENSZ erőit. Igen, tehát ott valami, tehát valami kényszerítő eszköz lehet. Van, mondjuk esetleg szankciózás. Én azt mondanám, hogy lehet. De hogy... nem azt, hogy van, hogy lehet. Az öt biztonsági tanácsnak azt mondja, hogy oké, okay, akkor lehet. Önmagában nem mondhatjuk azt, hogy a második világháború után nem lett újabb világháború még, tehát az ENSZ az jobb, mint a Népszövetség, mert ugye alapból a második világháború, alapvetően a második világháborút egy másfajta béke is zárta le, mint az első világháborút, és egyébként is másfajta történelmi időszakba léptünk be a második világháború után. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nehogy azt mondjuk, hogy az ENSZ az már sokkal jobb. Csak na de várjál, mert inkább. Milyen volt ez a békerendszer, tehát akkor rossz. Nagyon zanzásítva próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi történt a második világháborútól máig.
Fú, hát két korusú világrend, Szovjetunió és az Egyesült Államok. Arancsapat. Az arancsapat az fontos. Hát ugye igazából hideg Európa háború. Európa gyakorlatilag középre szorult, nem? Hát, ütköző zónaként. Ütköző zóna viszont hála Istennek háború nem volt. Szó szerint Mittel Európa, tehát egy Európa középen van nagyjából. De kicsit visszatér a népszívesére, sokat rage-eltünk, sőt ezért voltak sikerei. 1926-ban Moszul kérdését kibékítette Irakot és Törökországot, Kolumbia és Peru közötti háború. Igen, egyébként ez lezárta. Tagadhatatlan. Hát ez a két sikere volt, többet nem tudok mondani. Az ENSZ-nek is vannak hasonló számú sikerei. Hát a kék sisakosok Dél-Koreában, tehát ott is vannak. Persze. És akkor kitérnék az utolsó ilyen tervre, ami Európa egységesítését tűzte ki, ez a Brian terv. Ő Aristide Brian, francia külügyminiszter és miniszterelnök. Brian. Nem tudok franciául, de ezt nagyjából tudom. Ő például Jules Verne-nek a jó barátja volt. És ami még érdekesség, amikor olvastam az életét, hogy 1909 és 1929 között 10-szer volt miniszterelnök. Ez a francia rendszernek a keménységét jelenti. 1926-ban megalkották a Locarnói egyezményt, ugye, ami azt mondta, hogy Németország, Franciaország és Belgium lemondanak arról, hogy háborúzzanak, meg ilyesmi, meg elismerik egymás határát. Németország nyugati határát itt tisztázták, a keleti kérdőjel maradt. Itt Gustav Stresemannal és Austin Chamberlainnel együtt béke Nobel-díjat kaptak ezért a Locarnói egyezménnyel. Nagy ugye, siker volt. Igen, nagy siker volt. Tehát egy és de ott abban a pillanatban annak tűnt. Hát igen. Tehát azért ezt ne kicsinyeljük le. Ők voltak a korszak Fukuyamai. Csak tudjuk, hogy szegény Fukuyama sokat előkerül. De hogy tudjuk, hogy ők lehet, hogy akkor még nem látták, azért, amikor a Chamberlain még a müncheni egyezményt is itt fed lobogtatta Londonba, hogy megőriztem a békét, az azért ott már szerintem sokat elmondott. Itt még azért, tehát nincs egy Adolf Hitler Németország élén. Még Heil Hindenburg. És akkor jött a, ugye, 1927-ben Brian, vagy Brian. Az Egyesült Államok hadba lépésének tizedik évfordulója küld egy ilyen paktumot, hogy ez lehetne jó jövője Európának. Itt arra hívja fel a veszélyt, hogy a német veszély az még fennáll. Jé, tényleg. 1929-ben mondott egy beszédet a Népszövetségbe. Itt azt mondta, hogy nem csak globális szerveződés kell, mint a Népszövetség, hanem egy regionális is, például egy európai szervezet. És egyébként be is terjesztette a Népszövetség, hogy hozzanak létre egy európai regionális kezdeményezést. Ezt egy állam Hollandia támogatta, tehát még saját franciája is támogatta. Nagy siker. És hát ő azt mondta, hogy a gazdaság együttműködés, nem politikai unió, a cél a vámunió. Azért ez látszik, hogy itt, tehát az Európai Unió is gazdasági közösségként kezdte. Ezt sokan ma elfelejtik, vagy elmaszatolják, de alapvetően itt gazdasági alapra akarták ezt helyezni. Nem politikai, nem jogi, hanem gazdasági alap. És amikor arról beszéltek, hogy Európa Egyesült Államok, akkor se azra gondoltak. Ugye lassan azt, be kell fejeznünk, hogy utolsó van. Egy-két mondat. Brian említette, hogy ez a regionális kezdeményezés nem érinteni a tagállamok szuverenitását, létre kell hozni az állandó konferenciát egy döntéshozó szervként, az állandó politikai bizottságot egy végrehajtó szervként. És amiről nem beszéltünk, az most az Európai Unió, illetve a Kalergi terv, azok talán közismertebbek, de lehet, hogy egyszer feldolgozunk. Lehet, hogy külön adást is megérnek, mert azért az egy hosszú és vastag. Ez egy igazából egy az Európai Unió őstörténete. Igen. És azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk tulajdonképpen, hiszen eljutottunk a nem Brian, hanem Brion tervig a kezdetektől. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok. Besztercei Márk és Nagy Bató Jonatán volt a vendégünk. Én Gavra Gusztáv voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.